Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Jól szervezett, de a körülmények miatt rendkívül kaotikus. Talán így lehetne leginkább jellemezni a Sofia Net Mediterrán Rallyt, amelyet az Intercars kupáért bonyolítottak le szeptember közepén. A Rally 2 mezőnyére két nap alatt 8 gyorsasági szakasz várt, de a meccsek lankáin a Rally 3, a Historic és Regularity kupa párosai is összemérték az erejüket. A teszt kategóriában pedig az első osztályú licenszel rendelkező kettősöket várták. A szakadó esőben a futam felénél a Rally 2-es értékelést Geiger Máté és Csanádi Sándor vezette a 21.01-es Ladával. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Jó volt! Most igazániból a múltkori kis törés után nagyon örülök neki, egy célba tudtunk érni mind a három gyorsasági szakaszon. Jól sikerültek, nem volt benne különösebb trükk, párszor felúszunk Árpád-tetőn, de az szerintem ebben az időben benne van, meg kell tudni fogni. Úgyhogy én azt mondom, hogy elégedett vagyok így a tegnapi elsővel, meg a mai első körrel. Kálai Tamás és Szilasi Arnold számára nem úgy alakult a viadal első fele, ahogy korábban elképzelték. A vizes, aszfaltos pályákon rengeteget küzdöttek az elemekkel. Aztán úgy tűnt, hogy egyenesbe jönnek, de a technika ördöge mégis utolérte őket. Szögletesnek éreztem az egészet, nagyon sokat csúszkáltunk, és ami baj volt, hogy elől nem volt tapadásunk, elől nem éreztem, hogy lenne tapadás, ami szerintem sokkal rosszabb, mint a hátul nem lenne. Aztán ugye a második napra próbáltunk guminyomásokon variálni, az sokkal jobb lett az autó ezáltal, úgyhogy jó irányba mentünk el a guminyomásokkal kapcsolatba. Aztán hát kilométerről kilométerre gyorsultunk, ahogy terveztük is, és igazából ez volt talán az első olyan gyorsasági szakasz, ahol úgy éreztük, hogy most itt igazán jól lejövünk. Aztán sajnos a vége előtt egy 2-3 kilométerrel a motor úgy gondolta, hogy felmondja a szolgálatot. Először nem tudtuk, mi van, csak az olaj és a víz elkezdett melegedni, majd visszavettünk ugye a fordulaton, próbáltuk hűteni, már a gyorsági szakasz közben is, majd a stopba majdnem megállt már, úgyhogy próbáltunk a szervizig visszagurulni és hűteni közben a kocsit, viszont az etapon egy piros lámpánál megállt, és azóta nem is indul el. Az elején nagyon rám ijesztett, és úgy gondoltam, hogy ha ez egy szombaton is, az a mai napon is ilyen időnk lesz, akkor az nagyon kemény lesz, de mondhatja, hogy most már megszoktam, tehát hogy tudnék menni holnap estig is ebbe a vizes körülmények között, de hát nem tudunk sajnos tovább menni, pedig mentem volna, most már éveztem nagyon. A Rally 3-as bajnokságban korábban is kiemelkedett a mezőnyből Zákányi János és Vidéc Zsolt. A páros nagyszerű szezont fut, ezért úgy érkeztek a déli ország részbe, hogy akár egy biztonsági autózás is elég lehet ahhoz, hogy bebiztosítsák az éves elsőségüket. A kiszámíthatatlan időjárási körülmények, a szakadó eső tovább javította a páros esélyeit, hiszen rendkívül kedvelik a vizes, aszfaltos pályákat. Ha jól számoltunk, akkor abszolút hatodik helyen kéne célba érünk, akkor már igazából meg lehet a bajnokság, de nyilván hazai pálya, arról nem beszél, hogy eső is, ez a kedvencünk, úgyhogy ide is nyerni jöttünk, nyerni szeretnénk. Ha ez így marad, ahogy most állunk, akkor bajnokok vagyunk kategóriában is, és az abszolútban is. A Historic bajnokságban is nagy volt az érdeklődés a Sofia Net Mediterrán Rally iránt, hiszen az előfutókkal együtt több mint 30 páros vágott neki az esős hétvégének. A futamon ifjabb Érdi és Wirtmann Ferenc külön párharcára lehetett számítani, de a többiek is igyekeztek beleszólni kettőjük küzdelmébe.
A Ladával versenyző Gyenes András a közép mezőnyben küzdött a másodpercekkel és a riválisokkal. Az időjárás eléggé megtiltálta itt a teljes mezőn szerintem, úgyhogy ettől érdekes a pálya. Rengeteget csúszkálunk. Most mi nekünk az egyik gyors kivették etapnak, mert baleset volt, úgyhogy majd a következő körben próbálkozunk egy teljeset menni. Izgalmasak, jók is, igazi pécsi pályák. Szerencsére sikerült szereznünk 4 darab új vizes gumit, úgyhogy abban megyünk, és ebben kiváló álom. A Mercarius Rally egy bajnokságban utoljára a Székesfehérvár Veszprém Rallyn találkozott a mezőny. A július végi futam azonban nem most volt, ezért az élmezőny több párosa is kihasználta a lehetőséget. A tesztkategóriában nevezettek a hosszú nyári szünet után már a soron következő ózdi, majd a szezonzáró nyíregyházi versenyre hangoltak. Élvezzük nagyon, tegnaptól meg ma is egész nap esett az eső, de próbálunk erre felkészülni, ha mondjuk esetleg egy nyíregyház rallin ilyen lesz. Minden körben változtatunk valamit az autón, mindenféleképpen jó irányba megyünk. Nehéz volt most összehasonlítani, mert nagyon szakadt az eső az első körhöz képest, de nevezetjük ezt a teszt kategóriát, úgyhogy élvezzük tőle. Valóban, Velencei Ádám vezette a teszt kategóriát a nap felénél, de 2 további erőtös versenyautó ott loholt a nyomában. Az egyikben Klaus Kristóf és Csányi Botond ült, a másikban az I20-as Hyundai-ban pedig Kovács Antal és Islovics Gergely. Összességében a pályákon jól is érezzük magunkat, picit párásodunk, annyi gondunk van, de nem számottevő. Ezen az Árpád-tetőn érdekes volt a közepe, most felhőben van vagy ködbe, úgyhogy az meg az izgalmas lehet, főleg ha ez a legutolsó éjszakai vagy esti meg lesz tartva. Én azt gondolom az észszerű döntés az lenne, hogy ennyi csúszás után azt az utolsó egy gyorsot el kell engedni. Nagyon kezdes az autó, és úgy látszik, hogy egész jó beállításaink vannak. Úgyhogy összességében állunk minden kappal, és élvezzük ezt a napot már, amennyire lehet így ezzel a sok várakozással, meg mit tudom én, tiszta víz a cipőm, meg ilyenek, de nem baj, ezért jöttünk, úgyhogy minden boldogság. Ugyancsak megmozgatta saját magát és a Mitsubishi-jét Matics Mihály és Németh Péter. Az R5-ösökkel kevésbé tudták felvenni a versenyt, ám a dobogósok mögé azonban odafért a tapasztalt rally is. A bajnokságot elengedte, a vezetés élménye azonban így is sokat nyújt neki. Ugye én a gumis szabály miatt nem megyek az ORB-be, ORC-be, így olyan versenyeket választok, ahol nem kötelező a ugye, szövetség által kiírt gumihasználat, tehát a külföldi versenyek, az itthoni kisebb versenyek. Remélem, hogy ez változni fog, mert attól függetlenül azért hiányoznak ezek a versenyek is, de meglátjuk. Bízom a jövőben. Tehát nekem már Novagoricán kellett volna lennem, az is volt a terv, de vannak bajok a vállammal, miatt választottuk ezt a versenyt, mert évelején műteni akarták, így most október 13-án vagdossák szét, és ugye mivel 3 hónap a felépülés ideje, így most ide jöttem, Novagoricát már nem bírtam volna teljesíteni. A 3-as kategória korábbi bajnoka, az egykori N csoport egyik meghatározó versenyzője is leporolta a Mitsubishit. Rongics Attila azonban nem ilyen mediterrán rallit várt, a hatalmas eső ugyanis messze volt a kellemes késő nyári időjárástól. Az igazság, hogy nem erre gondoltunk, ha már mediterrán, akkor napfényes versenyre gondoltunk, és ezzel szemben az elég komoly esők is voltak. Amivel egyébként nem lett volna gond, hogyha megfelelő gumival megyünk ki, de mi az intermédiát választottuk, mert nem gondoltuk, hogy ekkora nagy eső lesz, és mindjárt az első gyorson magunkkal is ijesztettünk, mert volt egy 360 fokos pirulett, ráadásul 5-be, úgyhogy elég komoly tempónál, de hál' Istennek megtudtuk az úton tartani magunkat, illetve hát a jóisten lenyúlt és visszarakott minket az útra, úgyhogy nem lett különösebb probléma belőle, időt vesztettünk csak. De azért ez úgy rányomta a bélyegét a többire is, és egyszerűen nem találtuk azokat a pontokat, a tapadást, ahol bátran lehetett volna menni, mert annyira sok volt a vízátfolyás, meg a kihordás, hogy tulajdonképpen csak tapogatózunk végig, próbáljuk az autót állítgatni, de igazán ezek a körülmények nem ideálisak szerintem most erre. A fiatal Klaus Kristóf számára feledhető, de tanulságos volt eddig az első osztályú bajnokság. A várt jó eredmények idén elmaradtak, de abban bízik, hogy egy jó hajrával ki lehet még egyenesíteni ezt az évet. A pécsi tesztverseny arra is jó lehetőséget kínált, hogy műszaki szempontból felmérjék a Skoda állapotát, nehogy a következő bajnoki hétvégén legyen valami baja. Sajnos megállt az AC-nk az egyik gyűjtőben. Azt gondolom a mai napot jobban elcsíptük, mint a tegnapit. Ott érezhető volt, hogy régen mentünk az autóval, és kicsit úgy háttal ültem.
de azt gondolom, hogy a mai nap azért tudtunk szépíteni, és tényleg voltak jó eredmények. Azt gondolom, hogy az esős körülményeket is tudtuk újra próbálgatni és visszarázódni. Remélem, hogy ez építő elhat itt a további futamokra. Most egy olyan AC-t teszünk vissza, ami amúgy már üzemelt benne, és azért cseréltük ki, hogy biztonsági okokból, de remélem, hogy elindul az autó, és akkor elindult. Úgyhogy megyünk! Most meg ez a körülmények, amik itt most vannak, ugye ezt is gyakorlatilag tesztelni vagyunk, próbálgatjuk. Most volt is egy nagy megforgásunk, szerencsénk volt. A negyedikes kanyarba közel volt a fa meg a betonkorlát. Tehát ezért jöttünk. Kicsit puszta, hogy kicsit sokat kell várni, de egyébként a pályák azok jók. Érdekes volt, hogy tegnap este nem tudtunk, tehát még a gyors végére se volt tapadásunk, pedig ezek idevaló gumik lennének, meg ennél puhább, meg jobb nincs. Most puhítunk a kocsin, meg teszünk föl új gumikat, megnézzük, hogy azzal, hogy dolgozik. Ugyancsak a teszt kategóriában volt érdekelt Ráti Gergő, aki egy Ford Escort MK2-essel vágott neki a meccsek legendás pályáinak ebben a rendkívül embert próbáló időjárásban. A körülmények nagyon nehezek, folyamatosan esik az eső. Most kellett egy kicsit szokni, új gumival megyünk. Azt mondom, hogy eddig minden rendben van, mert itt vagyunk a szervizben, de nem egyszerű. Igazából csak autózni akartunk egy jót. Hát szeretnénk beérni, nem szeretnénk összetörni, és semmi más. Tehát, hogy végigérjünk minden szakaszon. Kicsit próbálgatjuk ezt az új esőgumit. Egyébként nagyon nagy tapadása van, tehát nincsen vele probléma. Megyünk, ahogy tudunk. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Második felében a futam utolsó körében is megőrizte vezető helyét a Rally 2-es értékelésben Geiger Máté és Csanádi Sándor. A Ladás 2-ös győzelme is alátámasztja, hogy a bajnokság rendkívül szoros és kiszámíthatatlan, hiszen az 5 futamot 5 különböző versenyző nyerte meg. Geigerék szűk 10 másodperces előnnyel zártak az élen a Sopianet Mediterrán Rallyn. Ugye szilveszteren már találkoztunk én időjárással, nem mondom, hogy a kedvencém közé tartozik, mert ugye szárazon gyorsabban lehet menni, biztonságosabban lehet menni, viszont ilyen időben meg lehet zsigulizni. Megúszik, akkor állsz a gázon, aztán lekormányzod, ami meg a szívem csücskéje, úgyhogy nagyon jó volt. Élveztem tényleg. Próbáltunk gyorsan menni, többnyire sikerült gyorsan menni. Elégedett vagyok. Jó volt. Így, ahogy kerekedett ez az egész, boldog vagyok, örülök neki. A dobogó második fokán zárt Zsebe Gábor, Mohácsi László kettősen volt elégedetlen a pécsi célban. Megdolgoztak az ezüst éremért, amivel értékes pontokat szereztek az éves összetett szempontjából. Hazai pályán, hazai közönség előtt pedig még értékesebb ez a siker. Abszolút második helyet sikerült megszereznünk a Mátéék mögött. Idén a harmadik hazai versenyünk volt, ugye, mert az Orfűn is indultunk, Meccsek Rallyn is egy darabig mentünk, ugye az nem Rally 2 volt, hanem csak ilyen meghívásos, és most ezen a versenyen sikerült elég jó célba érnünk. Hát az időjárási körülmények azok elég nehezek voltak, de én azt gondolom, hogy azt is sikerült nekünk rendesen teljesíteni. Szoros küzdelemben lett harmadik a Rally 2-esek között ifjabb Fogarasi Attila és Tolockó Péter. A hondás páros bő 3 másodperccel maradt le a második pozíciótól, de annak is örültek, hogy beértek a pécsi célba. Jó volt, tényleg ritkán megyünk esőbe, de nagyon élveztük. A végére bele is jöttünk. Ja, az utolsó előtti kör az sajnos volt egy kis technikai gondunk, nem úgy forgott ki, úgyhogy ott kaptuk is ilyen 5-5-5-5 gyorsonként. Most a végén meg tudtunk nyerni mindent, de tényleg így is elégedettek vagyunk. Eddig a legjobb helyünk második, de ennek a harmadiknak jobban örülünk. Boldog, elégedett és mosolygós volt a célban ifjabb Érdi Tibor. Csökő Zoltánnal az oldalán ugyanis újabb historik bajnoki futamot nyert meg. A Ford Sierra ezúttal is tökéletesen működött. Ennek köszönhetően a legnagyobb rivális Wirtmann kerekes kettősnek
másfél percet adtak a hétvége során. Inkább monszun rallinak nevezném, a mediterrántól messze volt. Rég vezettem ilyen felhőszakadásba, mint például az utolsó gyorsasági. Alig láttunk valamit, az autó az állandóan felúszott. Le a kalappal minden célba érkezett előtt, mert ez nagy kihívás volt ez a verseny. Egyszer gyorsabb volt nálam a Ford, és megforogtunk. Ezt levéve gyakorlatilag hibamentesen végigcsináltuk ezt a versenyt. Mintsem azért is, mert hétfőn indul a kamion a következő Európa-bajnoki versenyre Elba-szigetére. Úgyhogy nekünk túl sokat nem szabadott kockáztatni ezen a versenyen. Ésszel végigcsináltuk, behoztuk, mehetünk a következő versenyre. Az extrém körülményeket a Historic értékelés második helyén zárt Wirtmann Ferenc rendkívül jól viselte. Stabilan versenyzett, pedig több hónapos kihagyás után ült ismét a versenyautóban. Egyetlen kalandom se volt. Egyszer nem csúsztam meg, egyszer nem úsztam föl, egyszer nem pörögtem, nem, semmi gondom nem volt. Tartottam egy kicsit ettől a víztől, nem ültem az autóban 4 vagy 5 hónapja. Verseny előtt 1 órával ültem bele, nem kockáztattam, de ha kockáztatok, sem vagyok előrébb. Ez azért tudni kell, hogy én tudtam volna jobbat jönni fél perccel, de ahogy én ismerem a kísérőt, ő is tudott volna. Egy kicsit légüres térben autózott a meccsekben Kalapács Zsolt és Patkó Gábor. Az Opel Kadettel ugyanis reális esélyük nem volt arra, hogy megszorongassák ifjabb Érdi Tibort és Wirtmann Ferencet, viszont a dobogó harmadik fokát magabiztosan szerezték meg. Hát nekem ez egy nagyon nehéz verseny volt. Szerintem úgy körülbelül 3-szor annyit kellett dolgozni, mint egy száraz versenyen. De én azt gondolom, hogy a csapat is mindenki tette a dolgát, amit kellett, lehoztuk azt, amit kellett. Új navigátorral indultam, ő is nagyon ügyesen dolgozott. Ettől jobbat nem tudtunk volna jönni. Én azt gondolom, hogy én most, amikor ugye elkezdett esni, már azon könyörögtem, hogy akkor essen végig, mert annál rosszabb nincs, amikor hát most vizessel menjünk szárazzal, akkor legyen vizes. Úgyhogy be. Jó volt így. Vittünk egy lassítót, akkor leszakadt a baloldali gátló elől, tehát volt a fiúknak is dolga, meg nekem is lett volna, hogy kikerüljem azt a gumit, de az nem ment. Az első kör után Gyenes András még csak az esőt említette, mint nehezítő tényezőt, de a nap második felére az extrém körülmények további kihívások elé állították a benevezett párosok dolgát. Ez ilyen különösen emberpróbáló extrém versenynek neveztük mi a navigátorommal. Egész elképesztő körülmények voltak. Az utolsó gyorságin köd volt fönt, és olyan is hömpölygött a pályaszélén a víz, úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt. Végig esett az eső mind a két nap. Szerencsés sikerült szereznünk 4 darab vadonatúj vizes gumit. Így tudtunk végigmenni normálisan, egyébként nem tudom, hogy nem is lett volna esélyünk rá. Nagyon szeretjük a meccseki pályákat, úgyhogy ebben nem volt gond a rendezéssel sem. Annyi volt egyedül, hogy az első napi hosszú gyorságin volt előttünk egy baleset, és félre kellett állnunk a gyorságin, így vesztettünk időt. Az időt nem írták annyira jóvá, hogy kellett volna. Olyan zsigulis fordulásaink voltak, egy-két helyen volt, egy-két helyen keresztben menés, de egyébként teljesen úton voltunk végig. A 21.01-es Ladával induló Schnier László is megdolgozott azért, hogy meglássa a pécsi célt. Az extrém körülmények némi kalandot is hoztak számára a Mediterrán rallin. Tehát a nagyon sok év után orfűn, szárazom, ma vizen, elég csúnyán debütáltam, de majd nem baj, majd szép lassan javítani fogunk rajta. Extrém körülmények voltak, és nekem nagyon szokatlan volt még a víz, tehát még egy időnek el kell tenni, valamint a gumim se volt ideális. Az nagy malőr volt, csak az éjszaka, meg este meg éjszaka a szerelők a malőrt rendbe hozták. Borzasztó sokat dolgoztak, de sikerült nekik taprájtani úgy az autót, hogy ma reggel újra tudjunk indulni. Isten igazából imádom, de még ennél sokkal többet kéne gyakorolni vízen ahhoz, hogy normális tempóba tudjak menni. Már a száraz lassan kezd magához térni, de a vízzel még nem biztos, hogy köszönő viszonyban vagyok. A teszt kategóriában tovább növelte a fölényét és magabiztosan végzett az élen Velencei Ádám és Vánsza Zsolt. A pécsi siker jó ajánló levél lehet a kettő számára, a bajnokság hajrájára nézve. Hát igen, most esett legjobban az eső, de azt mondtam, hogy megtaláltuk úgy a legjobb állítást esőre. Nagyon magabiztosak voltunk itt az utolsó 2 gyorson, attól függetlenül, hogy ennyire esett az eső, úgyhogy nagyon jó tesztverseny volt. Most már azt mondom, hogy jó lenne, hogyha esne ott az eső, mert szerintem úgy megoldjunk azzal,
Úgyhogy nagyon jó, tényleg köszönjük a lehetőséget, hogy tudtunk itt menni az egyik barátomnak, úgyhogy jó volt nagyon. Amíg mindig újnak számító i20-as Hyundai R5-össel ilyen esős körülmények között még nem versenyzett Kovács Antal, ezért a teszt kategóriában való szereplés valóban sokat adott a rallisnak ezen a hétvégén. Hát elég kaotikus volt itt az időjárás, azért viszonylag nem a szebbik arcát mutatta. Számunkra egyébként nem volt rossz, mert legalább ilyen körülmények között is ki tudtuk próbálni az autót. Egész jó időket mentünk tegnap este főleg, de ma is. Itt az utolsó körre lett valami kis technikai gondunk is, be van szorulva valamire a bal hátsó kerék, úgyhogy így az utolsó gyorságin elég vicces volt lejönni, hogy minden kanyarba deblokkolt, aztán legalább csúszott egy kicsit. De másodikak lettünk, úgyhogy na, örülünk. Ifjabb Ranga Lászlónak egyáltalán nem kell bemutatni a mecsek aszfaltos pályáit, de ilyen időben ő is nagyon régen versenyzett hazai körülmények között. Régen, hát mi fiatal korunkban már lehet, hogy mondhatom azt, akkor mentünk utána ilyen körülmények között. Hát nem tudom, izgultam, féltem, nem voltunk önmagunk, szerintem lassan mentünk nagyon magunkhoz képest, de biztonságban itt vagyunk. Az utolsó gyorsaságig még volt egy kis kaland, az előttünk lévő páros felborult, és meg is álltunk, kiszálltunk, megnéztük, hogy hol vannak ember, nem volt okétábla, úgyhogy így most nem tudom, hogy hol vagyunk. De igazából lényegtelen, jót autóztunk, újabb tapasztalat. A Peti megcsinálta a meccsek rallit, elég jól ott nyert, ugye, úgyhogy most alapból ez volt a megbeszélés, hogy utána éljövök. Hát most ez nem sikerült annyira jól, mint ami neki, de a következő majd ő megint bizonyíthat. Ifjabb Ranga László és Szakójanek végül az ötödik helyen fejezte be a hazai futamot a teszt kategóriában. Őket pedig két helyen lemaradva követte Ráti Gergő és Gerebic Márk, valamint a Ford Escort MK2-es, amely jól vizsgázotta a gyorsasági szakaszokon. Hát ez így van, ez most lett a legjobban, és párásodtunk, mint az állat, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyen, ahol csak tudtuk, az ablaktól kezdve az ajtóig, de az ajtót ne nyisd ki, mert elázol, akkor azért párásodsz, úgyhogy próbáltunk, ez volt most a legnagyobb ellenségük, ez a pára. Az utolsó kör úgy gondolom, hogy a Gergő is kicsit lazult, tehát ez volt az igazán élvezetes. Kipróbáltunk egy új guminyomást, ez jobban is fogott, az időnkön is látszott, de hosszú nap volt, és ez látszik mind a kettőnkön, már örülünk azért, hogy vége. Csak ennek a versenynek, vagyis a Sopianet Mediterrán Rallynak van vége, a hazai bajnokságnak közel sincs. A folytatás október második hétvégéjén Ózdon következik, ahol a Rally 1-es és a Rally 2-es párosok, valamint a Historic mezőnye csap össze egymással.